Pakson ülésezett a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás, akik első napi rendi pontban törvényi kötelezettségüknek elegettéve fogadták el 2018. évi zárszámadásukat. Nincs tartozásunk, 5,5 ,5 millió forint tartalékunk van, tehát amit áthoztunk. Ugyan eredményben kimutattunk egy mínusz 1 millió 600 ez abból adódott, hogy a három évi számla összeget megkaptuk az amit de a községek nem számláztak be. Ez már pótóval lett januárban, tehát megkapták a települések a pénzt. A most megkötött együttműködési szerződésük négy évre szól, amelyben az eddig vállalt feladatait továbbra is folytatja a teit, törekedik a minél hatékonyabb tájékoztatásra, és végzi az ellenőrzést továbbra is. A TEIT-nek a fő feladata természetesen ezt a 62 ezer ember, ami az új tagok felvételével körülbelül ezt állapítható, meg 62-63 ezer emberről beszélünk, a napi szintű kiszolgálását kommunikációs területen olyan információk jussanak el hozzájuk, ami, amihez joguk van, és nyilván, hogy egy ilyen létesítmény mellett laknak, természetesen legfőbb feladat. Ezt, ennek a, az alapfeladatnak az ellátását hozták, erre hozták létre 92-ben ezt a társulást. Támogatási szerződésüket egy évre kötötték meg, ami évente kerül frissítésre a jövőben. Az ülés során került szintén aláírásra az új társulási megállapodás, amelyben már szerepel a május 1 hivatalosan is taggává Dunapatai Györköny és Madocsa. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőműzéérték kommunikációs igazgatója kiemelten fontosnak tartotta, hogy mindazok, akik jogosultak a társulás tagságára, azzá is váljanak. Megértették, hogy együtt erősebbek lesznek, hiszen olyan közös célok állnak a térség előtt, ami egy, egy erős civil szervezetet kívülről nem megkezdhető civil szervezetet feltételeznek, vagy igényelnek. És azt gondolom, hogy ezzel, hogy a három tag, aki a 12 km-es körben benne van, belépett, így a teit erősödött, és jobban fog tudni teljesíteni a felettünk álló új blokkok építésénél is. Több mint tíz éve dolgozott rajta a Paksi Atomerőmű és a társulás, hogy a teit működési területe alapján minden olyan település taggá váljon, aki a 12 km-es sugarú körbe alapszabályok szerint beletartozik.